A Közlekedj biztonságosan kampány első oktató jellegű videójában Hoffer Zsolt rendőr alezredes vezetéstechnikai oktató mutatja be a helyes ülés pozíciót és az ahhoz tartozó járműbeállításokat, amelyeket sokan talán ismernek, de helytelenül alkalmaznak. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb helyzetben üljünk a volán mögött, nem csak az ülést, hanem a biztonsági övet és ha lehet a kormányt is be kell állítanunk úgy, hogy valóban stabilan, könnyeden és biztonságosan tudjuk irányítani a járművet. A közúti közlekedés szabályai szerint becsatolva kell lennie, viszont mindenképpen ajánlanám, hogy az övet mindig igazítsuk magunkra, állítsuk magunkra, hogy az üléssel is ezt tesszük. Az alsó oldalán mindig a derékvonalat követi le, és egy nagyon fontos dolog, hogyha jól ülünk az ülésben, akkor nagyon fontos, hogy meghúzzuk az alsó övpántot, a felső övpánt pedig lekövetve a mellkast, tökéletesen lekövesse a testvonalát, ezáltal elérhetjük azt, hogy jól megtart minket, és amikor az öv berakad, akkor is kényelmesen megtart minket. Bármikor váratlan helyzetbe kerülhet a sofőr, így a mindennapi közlekedésben rejlő veszélyekre nem minden esetben tud felkészülni, de ha jó alapokkal rendelkezik és körültekintő, akkor már sokat tett saját maga és mások biztonságáért.